Köszöntöm Önöket, kedves nézőink! Az Unió 102. adását látják. Július 7-én a Budai Várban, a Magyar Kultúra Alapítvány épületében adták át az Árpád Pajzsdíjakat. Ezt az új elismerést Szörényi Levente által alapított Holdvilágárok Alapítvány hozta létre a Pozsonyi Csata és Árpád fejedelem halálának 1100 esztendős évfordulójára. A hét vezérre utalva minden évben heten kapják meg a díjat, akik, és most idézem a kuratórium megfogalmazását, munkásságukkal, életükkel, nemzetükhöz való fennhéjázás nélküli ragaszkodással arra érdemessé váltak. Az adományozók azt is célul tűzték ki, hogy az Árpád pajzs jelképes védettséget nyújtson a kitüntetetteknek, akik nemzetük érdekébe tevékenykednek, és hogy a tevékenységükben ne érhesse őket bántódás. A következő hetekben az Unióban beszélgetéseket láthatnak néhány díjazottal. Elsőként nagy szeretettel köszöntöm Balczó Andrást, minden idők legjobb ötusázóját, a nemzet sportolóját, 12 gyermek édesapját. Kedves Bandi, nagyon köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásomat. Azt szeretném először is megkérdezni, hogy amikor átvetted az Árpád pajzsdot, mire gondoltál, mit éreztél? És amikor szembenéztél a téged ünneplő lelkes emberekkel, mi fogalmazódott meg benned? Először is üdvözlöm szeretettel a Echo TV nézőit. Kérdésedre csak azt tudom mondani, hogy én mindig így vagyok. Úgy éreztem magam egy kicsit, mint Pilátus a krédóba, vagy túlzás talán, kicsit kakukkfióka, mert olyan emberek közé kerültem, akik hát előttem az én szemembe a nemzetért nagyon sokat tettek, áldoztak, kockáztattak, és úgy éreztem, hogy ez a megtiszteltetés olyan, mint egy apának az unokája. Egy apa, ha gyermekeket nevel, akkor az a beinvestálás, az unoka, az pedig a kamat. És mondhatom szinte, hogy ezért én már semmit nem tettem, és mégis ilyen megtiszteltetésben részesültem. Hogy ne tettél volna? Az egész életed azt mutatja, hogy mindig is példakép voltál, élő legenda voltál. Már 34 évesen a Müncheni olimpián, amikor átvetted az egyéni aranyérmet, egyéni győzelmedé járó aranyérmet, már akkor élő legendává váltál. A küzdeni akarás, a becsület, az elfűség példaképe lettél, és mert ugye nem tudják ma sokan a fiatalok közül, sajnos, vagy szerencsére sokan már nem tudják, hogy milyen idők jártak akkor. Ma sem könnyűek az idők, de akkor még nehezebbek voltak. Abszolút ellenséges környezetben, saját magadat edzetted, saját magad edzőjeként nyertél 3 olimpiai aranyérmet, 10 világbajnoki aranyérmet. Tehát ez a teljesítmény, és mondom különösen az, hogy nem fogadtál el a hatalomtól semmi olyat, ami elveiddel ellenkezett. Tehát hihetetlen nehéz körülmények között. Mi ösztönzött, mi hajtott téged e teljesítményre? Szeretném csak mondani, hogy az utolsó 8-10 esztendőben voltam saját magam edzője, előtte voltak edzőim. Mi hajtott? Visszanézve az életemre, csak úgy tudom elképzelni, hogy kis gyerekkoromban megkaptam az injekciót arra, hogy én öttusázó legyek. Egy idő után fel se vetődött bennem, mint a 15-16 éves korom után, hogy bármi egyéb tevékenységbe kezdjek, mint az öttusázás. Vannak, akik korai ifjúságban megkapják az egyértelmű lökést, hogy merre menjenek, és vannak, akik később találják meg, szerencsés esetben, hogy mi a hivatásuk és a tennivalójuk. Az akarást és a szorgalmat is kaptam ajándékba, bármilyen hihetetlen, az akarás ugyanúgy a tehetség kategóriájába sorolandó, mint egy kosárlabdázónak megnő 220 centire, amire nem lehet büszke. Én így voltam az akarással. Abból kaptam többet, én szerintem, mint a sporttársaim vagy kortársaim, szorgalomból. De nem én húztam fel magam szorgalomra, Prohász Kottokár azt mondta, élete utolsó prédikációjában, hogy az akarás Isten ajándéka.
Én ebből kaptam bőséggel, és hát nem érzem, visszagondolva sem, meg közben verszerzésem végén is kerestem, hogy mi az én hányadom ebbe a teljesítménybe, és nem találtam a részemet. Sőt, föltettél egyszer egy olyan, és többször is talán olyan kérdést, hogy ugye hát mindig is hangoztattad, hogy a nemzetért, a nemzet megbecsüléséért is teszed, amit teszel, vagy elsősorban talán azért teszed, hogy abban az időben, amikor az önbecsülésünk olyan kicsi volt, és a külső megbecsülésünk még annál is kisebb, hogy a magyar névnek, a magyar sportnak, és ezen keresztül a magyar nemzetnek dicsőséget hozzá. És akkor föltetted azt a kérdést, mert mindig is a szurkolók, a támogatóid, a közönség inspirált a teljesítményre ezt nyilatkozataiból. Csak azt a kérdést tetted föl, hogy ők győztek én általam, én bennem, vagy én győztem ő által, ő általuk, vagy ők győztek én általam. Hát ezt az összeszövődöttséget éreztem, valahogy ez a 10 milliós magyar nép, nemzet kiizzadt maga közül, és a nemzeti az neveltetésem is a nemzettel való szoros kapcsolatot és a nemzetért való aggódást okozta. De ahogy a helyzetem alakult, hogy a magyar melegítőt, a hungari felirású magyar melegítőt felvehettük, ez óriási sarkaló erő volt, mert egy idő után az ember vak kell legyen, hogy ne vegye észre, hogy nem önmagáért él, hanem valakiért, valakikért, amely összeszövődöttségben az emberre más energiák áradnak. De mindennel együtt én úgy gondolom, visszanézve az életemre, hogy az Isten engem erre a pályára rátett, és ha valaki azt teszi, amit az Isten akar, ahhoz az Isten megad minden szükséges kelléket. Akarást, örömöt, akaraterőt, derűt, és megadja hozzá a sors körülményt is. De most már sokszor elmondtam már kisebb-nagyobb közösségekben, most is ismétlem, hogy a versenyzésem végén, mintha az Isten azt mondta volna, hogy Bandi, teleaggattam a nyakad az aranyérmekkel, te jól tudod, hogy ezek már tudod, hogy ezek nem érnek semmit, de elküldelek azokhoz, vagy elmész azokhoz, akik azt hiszik, hogy ezek értékek, és elmondod nekik, hogy ki vagyok én, és mit tettem veled. És ezt teszed évtizedek óta. Igen, és ez nekem nem kellemetlen. Örömöm van, hivatásom van, helyem. Ha az ötusas sportban nem tehettem azt, amit szerettem volna, csinálom ez a másik helyen, és egyáltalán nem vagy biztos abban, hogy kevésbé vagyok hasznosítva. Mielőtt még erre rátérnénk, hogy hogyan látod a jelenlegi sanyarú helyzetünket, magyarság sorskérdéseit, azért még azt szeretném megemlíteni, hogy te, amikor a sportot befejezted, ugye 83-ban az ötusával is szakítottál, tehát 73-ban befejezted az ötusázás, utána még 10 évig várakoztál, méltánytalanul bántak veled, de ez most ennek a műsornak a keretén belül talán kevésbé érdekes, hogy a hatalom mennyire csúnyán bánt veled, aki mondjuk az ötusos sportot föl tudta volna tovább emelni és irányítani. Belovagló vagy voltál hosszú éveken keresztül. De ahogy befejezted a sportod, azt követően a legendát bővítetted. Azzal bővítetted, hogy 12 gyermek édesapja lettél. Ez ma csodaszámba megy. Ha 4-5 gyerek van valahol, akkor már az emberek fölkapják a fejüket. Hát ez fantasztikus, ez a 12 gyermek. Azt szeretném kérdezni, hogy előre megterveztétek, elhatároztátok, hogy nagyon sok gyereketek lesz, vagy így alakult? Mi 5 gyermeket szeretünk volna, 4-5 gyermeket. 75-ben kötött házasságom után úgy gondoltuk, hogy jó lenne, ha lenne 5 gyermekünk. Akkor is már bőséges vagy nagy vállalkozásnak tűnt mások szemébe, de miénk nem volt nagy. Mi 4-en voltunk testvérek, feleségem 5-en,
úgyhogy nem volt idegen a nagy család gondolata. És utána mindig jött egy utolsó gyerek, és most már nagyon örülök neki, hogy így alakult, hogy nem csak 5, hanem 12 gyermekünk van. Egyébként semmiféle érdem nincsen benne, sőt, megajándékozottak vagyunk, mert gyermek áldás. És nagyon örülök, hogy nem kezdtünk olyan eszközökhez nyúlni, ami a gyermekáldás ellen van. Tehát ebben is példakép lehetsz a fiatalságnak. Igen, nem volt sos szándékomban az, hogy én példaképpé váljak. Egyébként is, ha valaki példaképpé szeretne válni, az egész biztos, hogy nem lesz példakép. Ha a példakép reményről lemond az ember, akkor válik szabaddá attól, hogy embereknek igyekezzék tetszeni. Pál apostol azt mondja, ha embereknek igyekeznék tetszeni, Isten szolgája nem lehetnék. Tudnék, az embereknek azt kell adni, amire szükségük van. És azt általában, nagyon sokszor nem ők mondják meg, hogy mi a valós, jogos, égető szükség. Magyarországon az égető szükség az, hogy az emberek sokkal nagyobb arányszámban kutakodjanak az Isten iránt. Hol van, mit akar, akár egyáltalán valamit, hogy az emberek megkérdezzék a teremtőjüket. Mit akarsz, Uram, hogy cselekedjek? Mivel ebben hiány van, hátat fordít a nemzet 90-valahány százaléka az Istennek, és Jézus azt mondja, nálam nélkül semmit se cselekedhettek. Ami most van, ez nem büntetés az Isten részéről, hanem következmény. Ha egy ember, egy gyerek kilép a harmadik emeletről az ablakon, nem büntetésképpen, hanem a törvény szerint, a gravitáció törvénye szerint leesik és meghal. Így vagyunk mi magyarok. Elloptak mindenünket, privatizálták már a srizgombunkat is privatizálták, illetve elrabolták. Tehetetlenek vagyunk, törvényhozás útján végrehajtott ország rablás történt. És ebben a helyzetben nem lehet panaszunk, mert az Isten figyel, hogy mikor fogunk hozzá kiáltani, sokan, őszintén. És lehet, hogy tovább kell romoljon még a helyzetünk, és akkor valamikor felébred az ország. De sokan szeretnénk, hogyha ez nem romolna tovább. Épp ezért kérdezlek téged, te, aki hiteles ember vagy az életutaddal, hogy hogyan látod ebben a hihetetlen nagy válságban, válságok sorozatában, amelyben Magyarország és a magyar nemzet szenved, mit kell tenni, először azt kérdezném, az egyéneknek, tehát az egyes embereknek, akik fölismerik, hogy bajba vagyunk, mit kell tenniük azért, hogy a nehézségeken valahogy túljussunk, valahogy kilábaljunk ebből a helyzetből? Minden esetre nem mástól várni azt a fordulatot, amely fordulatnak minden ember életében meg kell történnie. Magyarul úgy mondják, lejáratot szó, megtérni. Vagyis az Istenhez fordul, és nála érdeklődni. De ha ez nem történik meg, össztársadalmi felemelkedésre nem lehet számítani. Az egyes ember élete teljességre juthat. És akkor a maga élete el van intézve, és majd a végelszámolásnál, életünk fordulópontján, amikor halálunk elkövetkezik, akkor az igazbíró megkérdezi, hogy mit tettél itten, és akkor vagy elképzelhetetlen jó, vagy elképzelhetetlen rossz körülménybe kerülünk. Ha az emberek erre nem jönnek rá, és azt várják, hogy ő helyettük majd valami, ki felemeli a nemzetet, mondjuk például a pártok, a demokrácia körülménye, akkor maradunk ott lenn. Tehát mindenkinek gyakorlatilag 180 fokat kell fordulni, illetve mit tudom én, a 90-valahány százaléknak. Tisztelt a kivételnek, ugye? Igen, tisztelt az elenyésző kivételnek. Olyan ez, hogy a japánoknak volt egy ilyen ötlete, hogy elsüllyedt hajót hogy lehetne felhozni a felszínre, és az volt az ötletük, hogy pingpong labdákat lejuttatni bele a hajóba. Sokat, százat, milliót, sok milliót. És akkor gyakorlatilag levegőt jutatnak be, és amikor az utolsó szükséges pingpong labda is bekerül a hajóba, a hajó elkezd emelkedni. Erről van szó. Kell ügyelnünk arra, hogy mi, mint pingponglabdák, ne víz legyen bennünk, mert akkor pingpongodni se lehet. Nem lehet a hajó felemelésére sem használni. Tehát, hogy ez mikor fog megtörténni, nem kell vele törődni, az embernek csinálni kell a maga dolgát, mindenkinek megtennem tőle telhető, és aztán, ha ez megtörtént, és mégis sikertelenek vagyunk, akkor lehet az Isten elé állni, és azt mondani, hogy Uram, mindent megtettem, hogy tőlem telhető, annak szellemében, hogy Jézus fiad által meghatároztad, nekem semmi nem sikerült,
De ígéreted szerint most te következel. Igen, de hogy mit kell megtenni? Ezt honnan tudja az egyszerű ember, hogy mit kell megtenni? Igen. Ezre mondtam, érdeklődni kell kinek-kinek a teremtőjével, és ha teremtőjénél, ha megtörténik a szövetségkötés az Istennel, illetve érthetővé vált más Jézusa, akkor közli az akaratát, és megtudja, aki nem tudja, mert a lelkiismeretében is tudja, hogy mi az, amit kellene tenni. Ameddig kellene tenni állapotban van, addig marad ballasztanyagként. Amikor már megtudta, József Attila azt mondja, én azt akarom, ami kell. Tehát a mindenkori jogos és égető szükséget pótolni, ott, ahol valaki ezt észrevesz, és módja van rá, azt tenni. Jézus azt mondta, szomi hoztam, innom adtatok, éhes voltam, ennem adtatok, mezőtelen voltam, felruháztatok. Csúnya kifejezéssel az adekvát segítséget megadni. Lehet, hogy valakinek csak egy kömény magas leves kell átvinni a szomszédba egy idős asszonynak. Lehet, hogy valakinek valamit segít neked, minimálisat, vagy sokat. De megtudja az ember a lelkiismeretén keresztül, illetve Jézus azt mondja, jobb nektek, hogy én elmegyek, mert küldöm magam helyett a vigasztalót, vagyis a Szent Lelket. És a Szent Lélek kapcsolatba szeretne kerülni az emberekkel, hogy tisztába jöjjenek azzal, hogy mi az, amit elvárta, de mindenkinek más feladata van. De egy labdarúgó csapatban nem lett mindenki kapus, nem lett mindenki csatár, mert akkor abban nem lesz semmi. Mindenkinek más a feladata, és ezért személyes elbírálás, személyes ember-Isten kapcsolatra van szüksége mindenkinek Magyarországon. És akkor nem az lesz, ami mostanában van, hogy fogjuk meg és vigyétek, meg követelőznek, hogy fogjunk már össze. Nincs minek alapján összefogni. Két tört számot nem lehet összeadni, ha nevezőben nem ugyanaz a szám van. A 3-5-5 nem lehet összeadni a mit tudom én, 7-2-del. A nevezőben ha azonos lesz a szám. És mi a közös nevező? Ez az. Jézus a közös nevező. Ameddig az emberekben lényében nem Jézus lesz a legfőbb és az első, akinek meg kell felelni, akit nem azt mondja, utánozni kell, annak a szellemében kell élni, dönteni, érdeklődni, addig nem lesz megoldás. Bármennyire hihetetlen. És mivel most nem érződik úgy, hogy nagy fordulat lenne közelbe, most volt ez a városmisszió. Városmisszió, igen, és szerettem volna kérdezni. Azt jelenti, hogy a tetsz halott megmozdult. Egyébként is tavaly október 23-án szinte agyonlőtték az embereket, kiderült, hogy a demokrácia egy maszlag, ezt elmondtam már korábban ugyanitt ebben a televízióban, tehát kiderült, hogy nem megy Jézus nélkül. Azt csinálnak velünk, sátán csatlósai, ez a magyar kormányt is értem alatta, hogy olyan bemutatta, vége a demokráciának, és kus van. Hát vége, mert diktatúrává torzult. Hát szóval én ezt úgy fogalmazom meg mostanában egy éve, a tavalyi őszi események óta, hogy a parlamentáris demokrácia parlamentáris diktatúrává torzult. Tehát van egy parlamenti többség, amit a nép megválasztott. Igen. Hogy milyen körülmények között tudjuk, hazugságok árán, félrevezetések árán, stb. És ez most egy ilyen diktatúrikus, parlamentáris diktatúra alakult ki. Igen. Na de az emberek sajnos nem vették észre ezeket a hazugságokat. Nagyon sok ember nem vette észre. Tehát azért valahogy, valamilyen módon az embereket kellene felvilágosítani. Tehát, és azért is kell, azért is, hogy Istenhez megtalálják az utat. Tehát amit te mondasz, hogy Jézushoz eljussanak, ahhoz is valamilyen tevékenységet kellene össztársadalmi szinten végezni. Én legalábbis így látom, vagy így gondolom. És ezért kérdezem, hogy ahhoz, hogy az emberek a hosszú évtizedes népbutítás, agymosás után, ami a kádári úgynevezett puha diktatúrában, kádári gulyás kommunizmusban volt, és a mai napig ugye nem lehetett helyére tenni megfelelően az oktatást, tehát az embereket megfelelő képzésbe, oktatásba részesíteni, és elvinni hozzájuk a hitet. Szinte elképesztő, amit mondok, hogy ez a városmisszió Magyarországon nagyon is kellett, mert sok emberhez nem jut el a hit, mert egyszerűen nem találják meg az utat ahhoz a gondolathoz, ami aztán végül Istenhez vagy a hithez vezet. Tehát a értelmiségnek, az írástudóknak van-e felelőssége, hogy a nép jobban felvilágosodjon és megtalálja a helyes utat? Óriási felelősségük van az írástudóknak, az értelmiségnek elsősorban,
De nagyon sok olyan írástudót, íróembert ismerek, aki nemzetért él, hal, és az Istenről nem akar tudni. Nagyon sok kegyes vagy kegyeskedő keresztény van, de a közéletről, a nemzetről nem akar tudni. Holott egy kereszt, az adekvát, bocsánat, adekvát szükség kielégítése, az lenne a fontos. A bajba jutott nemzet megsegítése, mert életünk végén személyenként és nemzetenként kell majd megállni. Tehát, mint nemzetnek is létezni kellene. 56, vagy most október 23-án, 2006. október 23-án úgy nézett ki, hogy senki, mintha nem történt volna semmi. Tehát tetsz halott nemzet volt. Most, mintha mozdulás lenne, nyilván jön az október 23-a, az emberek tanácstalanok. Az embereknek nincs az ötletek. Az még egy jó dolog, hogyha tetsz halott állapotban. Mert 2004. december 5-e óta egyáltalán fölteszem a kérdést, létezik-e magyar nemzet? Létezik-e magyar nemzet? Az arányszám az, amely nem elegendő. Az Isten nem tud felemelni bennünket, hogy ha ilyen kevesen kötődnek hozzá. Cirkuszban szokták mutatni, nő, nagyon dús haja van, megfolyák és a hajánál fogva felemelik. Azért, mert nyilván van 2,5 millió vagy 3 millió hajszála, és azt a 60 kilós nőt fel tudják emelni. Ma néhány hajszálon keresztül van a nemzetnek kötődés az Istenhez, és nem is tesz kísérletet, mert kitépni azokat is, akik benn vannak. Tehát a sorrend fontos. Mégpedig az úgy szól, hogy keressétek először az Isten országát, és az igazságát, és minden megadatik nektek. Pont. Igen, minden egyes embernek van küldetése, azt tudjuk a hitünkből. De nem mindenki tudja, és felvetődik kérdésként, hogy a magyar nemzetnek is van-e küldetése? A legfőbb küldetés megtalálni a teremtőjét, az akaratát, kérni. Mi atyánkban így van. Legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Vagyis, amikor az embereknek nagy arányszámban az lesz a sorsa, megtalálja az teremtőjével a harmóniát, akkor külön-külön mindenki a helyére kerül, és hogy hát mikor lesz ebből nemzeti felemelkedés, a pingponglabdák mikor szaporodnak, hogy az nem a mi dolgunk. Mi dolgunk az, hogy a magunkét megtegyük. Az öreg halász és a tenger című írás azért lett Nobel-díjas, az öreg mindent megtett, semmi nem sikerült, és mégis békével ment aludni, és arról álmodott, hogy az oroszlánok a sivatag szélén sétálnak. Tehát, hogy mindenkinek tiszta legyen a lelkiismerete. Mindenki a maga hatáskörébe, vagy a saját területén telhetőt megtegye. Így van. Ami az ő kötelessége, és erre való érzékenységhez szükséges az, hogy az ember megadja magát a teremtőnek, illetve elfogadja azt az áldozatot, amit Jézus hozott, az Isten hozott a fián keresztül. Nem megye nélkül. 2000 év óta az Isten Jézus nélkül nem forgalmazza magát. Kedves Bandi, köszönöm szépen a beszélgetést, és kívánom neked, hogy folytasd tovább ezt a tevékenységedet, amelyben hirdeted az igét tulajdonképpen, és az emberekbe megpróbálsz hitet táplálni, hitet adni. Köszönöm szépen köszönöm a beszélgetést. Kedves nézőink, önöknek meg a szíves figyelmüket köszönöm, és várom önöket mához egy hétre, ugyanebben az időben.